Nézzenek oda, mit képzelsz, ki vagy? A királyod vagyok. Én ugyan nem szavaztam rád. Királyra nem is szavaznak. Akkor hogy lettél király? A tavak királynője a napfény megcsillant aranykelmébe burkolt karján. A magasba emelte a tó mélyéből a szent szabját, jelképezvén, hogy Isten akaratából én, Artúr legyek annak hordozója. Ezért vagyok a királyotok. Hát ide hallgass, egy vízben hancúrozó és karddal hadonászó menyecske nem dönthet az államforma felől. A legfelsőbb végrehajtó hatalommal csak a tömegek ruházhatnak fel bárkit is, és nem egy kis nőcske a vízirevűből. Elég, tartsd a szád! Csak nem képzeled, hogy a te kezedben van a hatalom attól, hogy egy vízitündér hozzád vágott egy rozsdás kardot. Tartsd a szád! Ha elkezdeném mondogatni, hogy én vagyok a császár, mert egy elázott tyúk fejbevert egy buzogánnyal, hát rögtön kinyírnának, nem igaz? Hoppa be, most már aztán hoppa be! Látják? Az erőszak belejárulja a rendszernek! Hoppa be! Mindenki láthatja, hogy ez egy erőszakrendszer. Elnyomnak! Segítség! Elnyomnak! Üdös paraszt! Na, most elszólta magát. Hallották? Ezt magyarázom. Látta, hogy elnyomott? Maga látta, ugye? Látta. Maga látta?